Jó napot! Na mindjárt mondják, hogy miért nem segít a kamera a Jani bácsinak. Jó, számos! Bakke! Hallom, hogy támogatást nyert a bugaszeg. Jó, hogy mit csinálok? Igen. Hát készülök negyedikén. Hát felszab a dúlás. Hát meg nem megy, az sem megy. De hogy már politizáljunk, mert most nem. Tudtom, a szünet van, meg addig se kapályultam, meg nem politizáltam, de ami eszembe jut, hadd mondjam el. Csurka, csóri, csengely! Tovaris konyec! Felszab a dúlás! Dúlás, érted? Hát terülnünk kül, itt lesz április 4-e. Érted? Hát én meg most a 3x3-as ügyöklistákat ott égetem el, közben ezeket átmozgatom oda, érted? Na, majd mit akarsz? Miért jöttél? Esélyed vagy mi? Mit? Nem tudok én semmit hozzászólni. Azt hittem, hogy avatóra jöttem. Akkora élet. Jó, most avatom, odébb nézok. Átfundálom most. Már kérek szépen, ugye, de már ugye kampánycsony van. Viszont én tavaly megemlítettem, hogy ugye egyszer volt ilyen, hogy ott ez a pandémia őrület, és ezek a kis szájukon olyan mondtak, hogy ezeket a szálloda nagy tulajdonos láncokat megkömenteni. Érted? Nem lesz vendég, nem lesz gempa. Aztán, amikor fölmelegedett a Balaton vize, azonnal átürülték a szájmaszkot. Hát érted, lehetett nyarolni ott a ilyen helyeken ott. És én akkor mondtam, hogy én is csinálok egy szállodat. Most ezen az oldalon lesz majd a Nemzeti Ökörsütő. Mi kis köztársaság vagyunk, tehát kis ökörsütőt építek majd oda. Már készítettem oda fazekakat, lábosokat, amiben majd a pecsenyénket zsíron sütögetjük. Érted? És ott majd lesz egy ilyen kecsketekerőgép, hogy amilyen majd sütjük. Tehát azt mondom, hogy lesz, és ez fog majd valószínű nyomokban, ugye nyomokban Michelin csillagot is tartalmazni, ez a fajta küldetés, ahol majd itt a konyha lesz, de azt már nem tudtam megcsinálni, mert ezt a Kovács Katinak köszönhetem egyébként, mert volt jó nagy eső, értem, és most emiatt egyik dolgomat el tudtam hagyni, a másikat nem tudtam csinálni, viszont most belementem a szállodaépítésbe. Most építek, most ott bográcsuló helyet, meg mondom, ott ügynökaktákat égetek most ott. Ne? Azt addig nem állok veled szóba, még oda nem tolom, mert itt van egy határidő, érted? Itt te nem lehet szarozni ezzel. Aztán majd megmutatom, hogy állok. Itt volt a Nemzeti Kódot, azt itt körbeveszem maga, vigyázz, mert ez képes, nem arra menni, amire én akarok. Na jó, ez most hat pihányjon, érted? Ide a rész. Ugye, maga szegy köztársaság, azért ezt nem várja ki, hogy mert most nagy divad, ugye a Darányi, meg a Klebersberg Kuno, tehát mi is foglalkozunk a nagy nevekkel, én is audenciát fogok adni majd a bolyongóknak, érted? Itt minden hónap 32-én, érted? Beülök ide, és várom a hódolókat, érted? Még az is lehet, mert meg van ígérve, hogy hoznak aranyhalakat, oda, abba, amit építettem. Na most abban kérlek szépen, amikor lesz aranyhal pikkely, akkor meg majd szórok adományokat a pórnéknek. Ott a boltívás alatt, ott a toronyban, érted? Mert most megyünk oda-vissza, érted? Hogy ígérünk, megosztunk. Na most nézd meg. 4 négyzetméter. Egy familiának elég.
Bár itt, amikor készülnek a gyerekek, a picik meg ott elolszanak. Hát hányért ez? Nem túl azon a tanztír ahhoz. Ja, és gyere, megmutatom neked, hogy miről van itt szó? Kulcs a gondoknál. Érted? Most egy kicsit fűz van, mert azt akarom, hogy a darazsok innen kiköltözzenek, mire jönnek a mélyek. Kulcs a gondoknál az, hogy ez a Hotel Intercontinental Bugoszik. Ez a, hogyan mondjam, ez a koppányféle szálloda lánszok a Pörői nevezetű kis részlegeit Bugoszékbe. Na most azt mondja, hogy ez egy nemzeti kanoda, fáradtságpihende és alternatív unga-bunga szalon. Na most megmondom őszintén, gondolkodtam rajta, hogy megoldom a csatorna elvezetést, de nem adok erre lehetőséget. Nekünk van már alkotmányunk, tehát én az, hogy itt mászkáljanak nekem az ereszen, azt nem engedem meg. Ezért aztán oda csöpög le, hova lecsöpög a jó édesanyjába. Na, viszont nálunk van szabály. Padlóra köpni, ez a házirend. Tehát padlóra köpni, mennyezetre, csikket, föl, így mint régen a hülye gyerek a vasútállomáson, a fecskét, meg ez is kosutott maginak, volt cipó, és ne jó ez a füst a kamerának. És a portál abbarra, kokra, szájrúzzsal barhaságokat festeni szigorúan tilos. Hát jó, nincs ablak, de akkor is, de ha volna arra az esetre, érted? Nem lehetne össze-vissza festeni, hogy szeretlek, Mári, meg gyere, Pista, stb. Ja, és ezt az igazgatóság egyértelműen szigorúan szabályzatba hozta, és van nekünk egy ilyen elkurtuk, illetve mondanom, hogy előre felfelé toronyira megyünk. Még mi Bugoszékbe haladunk. Érted? Minden irányba megyünk, minden irányba megyünk. Na, de ez történt Bugoszékbe. Most itt égetem el a múltat, gyurokra, és akkor persze, hogy ezeknek a... Hát, hogyan mondjam, hogy ezeknek a... Hát, más világhoz szokott népeknek megjegyezzem, hogy ez itt a Bugoszék Intercontinental Hotel. Jó, azt még nem is mondtam. Addig-addig gyurmalkultak, meggyőztek. Beléptem ebbe a Matolcsi klubba. Rám bíztak az aranytartalékot. Úgyhogy most már felügyelőbizottsági tag vagyok. Érted? Én felügyelem ezt a bizottságot. De hát ahogy azt mondja valaki, hogy itt nyekergik, de igen, és jó jöttem ki ebből 12 évből. Nem politizálok, itt a szálloda, itt van a aranytartalék Bugoszékbe. Köl még ennél több. Ja, hát dolgozni kell, érte, dolgozni, de hát jóval egy kicsit megvásod, de hát én pozitívan fogom föl, mert végül is ezt nem Szibériába vásítottam el, hanem itt a saját tanyámon. Jaj, Majakovszki, vagy volt egy csávó, az amikor ment, Kilfeldre ment, érted? És akkor a határőr, vagy nézte személy igazolvány. Van egy ilyen vársa, aki tudja, ki nem az, mert most megtudja, vagy majd utána néz, azt mondja, nézi, hogy undorodva vette kezébe, hogy Szovjetuniós, pesétes, vörös csillagos, azt mondta, hogy azt mondja, irigyeljetek, utaljatok, én a Szovjetunió állampolgára vagyok. Te? Akkor is voltak ideológiai elkötelezett nagy emberek, írók, körtök. Nem véletlenül kezdtem ám én a tulipálna, hogy azt mondja, Csóri, Csurka, Csengei, most már egyik sincsen ottan, mindegyiknek meg lehetne mesélni, de nem az én dolgom. Szóval azért mondom, hogy permanensen változik a mi világunk. Jani bácsi most itt van, Jani bácsi megépíti a kis kicsemélyes szállodáját. És lesznek boldog emberek, boldog gyerekek, akik itt körbefutják, lesik, olvasak, leülnek, beszélgetnek. Hát remélem, nem szorja a körbe, meg nem gyújtják föl annyi, hát mi kell a boldogsághoz? Egy sima, egyszerű, szeretnivaló élet, ahol nem utáljuk a másikat, hanem legfeljebb észrevételezzük, hogy te
Biztos, hogy jól gondolod azt, ahogy most gondolod? Kérdéseket teszek én csak föl. És ugye mondtam, hogy nem politizálok, mert most mondhatnám, hogy oda szavazza, majd ahol szívát diktálja, meg a lelkiismeretet, érted? Majd oda szavazok. Aztán ugye én gegeskedtem az előbb, hogy negyem diké lesz a felszabadulásnak az ünnepsége, érted? De majd van, akinek ez ünnep lesz, van, aki meg akkor kezd majd köveket dobálni, vagy csak remélem nem. Még egy nagyon rövid szösszenet. Volt olyan időszak a 70-es években, hogy a szovjet hősi obeliszkék körülött beszédet mondani lehetett, illetve hát rá voltunk kényszerítve, meg volt, aki erre biztatott bennünk, hát ez így volt emberek, nem kell félre nézni, meg letagolni. És akkor egyszer én rámoztották ki, hogy én mondjak április 4-énre beszédet. Hát természetesen ugyanódott az időszak abban a 70-es években, hogy Pompétekre esett, mert akkor még Búkala volt, és másodika volt. De azért a 4-ei beszédet. Most mi a jobb? Már én voltam az ifjú ember, aki majd ott lemondja. Hát mi a rosszabbet tudok én itt elmesélni? Fogtam a Népszabadság vezércikkét, ezt a földolvastam annak a 100 embernek, aki mind szocialista brigád vezető volt, ami nagy falunkba voltunk, vagy 100-an. Meséltem már? Hát egy akkora hófergetek keveredett onnan észak felül, a császta felül, hogy én meg egy kis ballonkabatba mentem oda felolvasni a beszédet, mert állva voltam megbízva, azt nem tudtam lerázni. Aztán mindenki hátat fordult, nekem kellett a tömeget követni, hogy nekem meg a szamba fut a szélet. Azok meg, illetve hát ők hátaltak ugye a szélvihar. Te, lovak. Úgy megbetegedtem, zsigulim volt, akkor beütem, de már akkor turháztam, hogy elhomályosodott az ablakon belülről a szélvédő. Aztán két hónapig benne voltam az akkori Covid-ban. Csak akkor még nem így hívtak, érted? Nem így hívtak. Ott fáztam meg. Tüdőgyulladás, légcsőhurut, agybaj, minden együtt volt. És ez volt április 4-a tiszteletére, ezt megkaptam, akkor jutalmul a Brezsnyevtől. Hát most ányi már, közben járt az idő, mert voltak ezek, azok, amazok. De nem politizálunk Bugaszegbe. Menjenek el valami jó kocsmába, mikor leszavaztak. Vagy sütögessenek, tartsázzanak, sztéket süssenek, látogassák meg az anyóst, adjanak neki puszit. Tehát több opció van április 3-ára. Nem kell meghűlni, nem kell. Megyek a kövámhoz. Azt hiszed, hogy készül valami, ha én csak eddig itt adom a magam. Aztán nehogy azt hitt, hogy ez olyan... Ki akartam mára ültözni, mert péntek van. De aztán nézd, ahogy a munkához se kül nyakkendő. Na, megmondom őszintén, ahogy se kül nyakkendő. Már ittán majd lesz, itt az majd föltelik. Itt már sütögetünk azt, meg amazt. Ide még kettő bemegy, közben ezek elégetünk. Ez van itt. Vagy délelőtt, vagy délután szavazok. Hát először is a reggeli kötelező körsor, tehát az állatok, növények rendbetétele, hogy valószínűleg túl legyünk rajta minél előtt. Úgyhogy délelőtt elmegyünk, leszavazunk. Én a gyerekeimre se vagyok ráhatással, de úgy érzem azért, hogy atlatnak a szitánért, meg a szűrőkanálom, minden átlanom. De erről eszünkbe jutott valami, ma fölhívott egy általam tisztelt úri ember, és azt mondja nekem, hogy hát van egy rokonságomban egy, aki ott favorizált engem a korábbi időben, még tett róla föl képet is, hogy 50 éves házassági évfordulón van, és valami olyan teljesen más
érzelmi gondolat átvételmi kommentet tett egy más gondolkodású csoport felé, hogy megkérdezte az úriember, hogy tartjuk mi kapcsolatot, hogy jóban vagyunk mi egymással. Neked egyébként végszomszédod, de most nem nyitunk személyes problémát belőle. Hát mondom, nézze barátom, én a rokonaim gondolkodásáért se vallok felelősséget, meg a családon belüli különbözőséget is be kell fogadni. Legfeljebb a konyha asztalnál majd nagyobb bundorra eszük meg a tyúkhúslevás, de túl leszünk rajta, értem? És mondom egyébként, nagyon érdekes, hogy ez a komment, tudnék, ez az én barátom, helyesebben rokonom, Ausztriában meg Németországban dolgozik, idősebb, mint én, a másik fiatalabb, de ott keresi kenyerét, és mondom, ha a 12 év alatt olyan jó volt neki, akkor mi a rosszabbnek oda megy ki dolgozni? Figyelve én a témát lezártam. De attól még lehet undorkolni a másik oldalra, meg szeretni ezt az oldalt, nem lehet az embereket akaratuk ellenére meggyőzni. Ha a lelkiismerete nem fogja meg, ja, és most megint úgy néz ki, hogy politizálok, te kérdezted, tehát most házba megyek szavazni, és van olyan, hogy familiámból nem értünk egyet, van akinek, meg tegnap előtt mutattam, hogy nézd, azt föltették, hogy itt várom az ebédet, aztán közel 40 ezer ember nézi, hogy én fekszek az ágyon, ezt a szégyet, hát most ki nem pottyantja le, ez van az én munkás kezemben, megérdemlem ezt is, és ha ezen szórakoznak, és örömüket lelik benne, hát akkor hadd legyen így. Nem tudom befolyásolni, nem is akarom. Bohóc nem kívánok lenni, mert föl tudnak én építeni egy olyan programot is, hogy mindig jön, és akkor följegyzett, meséltem már neked azt, hogy volt egyszer egy nagy szónok, ugye én is képes lennék erre már olyan értelemben, hogy ugye ismerem a Morze ABC-t, kezdőbetűket, vagy bármit fölírnak ide a tenyerembe, és akkor integették, mint a Sztálin, meg a Russo, meg a stb. Tudod a tribünbe, és közben nézném azt, hogy mit is akarok mondani, mert közben úgy be vagyok, baszd, vagy elfelejtem, hogy mi következik. Csak itt képletesen mondom. Tehát van rá opció, hogy lenézek, hogy mit olvassak föl, de ez nem bugaszekben van. Tehát most azt sem tudom az előbb, mit kérdeztél, megyek-e szavazni? Hát persze, hogy elmegyek, mert különben azt hiszik, hogy nem foglalkozok a közügyekkel. De most mondhatnám, hogy lemarháskodhatnám, hogy menjen mindenki jobb, úgy, hogy francba, meg ezek is loptak, meg azok is, de ez a társadalom olyan, aki így gondolkodik. Azokból nem lesz itt váltás. De még egyszer visszatérek, hogy majd a váltást a szavazógépek megoldják, egyszerű emberek, hát értem alatta, majd azt, aki nem sikerül, meg vigasztolódik, hogy negyedike van, de nem gyűjtják még be az oroszok. Csak lesz negyedike, már megjön. Az első is meggyűjt a negyedike is, kész. Köszönöm, Kovács Kati, köszönöm.